Üdvözöllek! A fájlok küldése interneten úgy alapvetően nem bonyolult, hiszen akár például valamilyen üzenet küldő programmal, például a Skype-al is át tudjuk küldeni, csak az a baj, hogy a fájlok mérete az korlátozott lehet, meg igazából mappákat sem nagyon egyszerű küldeni, be kell őket tömöríteni egyetlen fájlba. Persze léteznek különféle fájlok megosztására használható megoldások, illetve programok, viszont a mappák küldése másoknak interneten köztes szolgáltató beiktatása nélkül nem annyira egyszerű feladat. Erre kínál megoldást a HTTP File Server, röviden HFS, hogyha rákeresünk erre, akkor itt van tulajdonképpen az első találat, válasszuk ezt ki. Ezzel megoldható az, hogy beállítunk a számítógépünkön lévő több mappát, amit aztán bárki el tud érni, már aki tudja az IP címünket persze. És tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy a beállított mappákban járkáljanak úgymond mások, és a nekik szükséges fájlokat le tudják tölteni, nem feltétlenül mindet, hanem mire éppen szükségük van. Kattintsuk itt a downloadra, és akkor itt megint download. Nem egy nagy méretű, 2,5 megabyte, nem kell telepíteni sem szerencsére. És akkor itt a letöltésekben itt van. Hát én most ezt nem teszem át programok mapában, és ahova itt indítanám el, de előtte ezt jó bekérés tulajdonságok, kompatibilitás, a program futtatás rendszergazdaként, ezt célszerű elvégezni, mert ha elindítjuk, dupla klik, akkor itt van az első lehetséges probléma, hogy a tűzfal be van állítva, akár a Windows saját tűzfala, vagy egyéb más programé, akkor ugye ez rá fog kérdezni, hogy szeretnénk-e, hogy a HFS interneten, hálózaton kommunikáljon, igen, szeretnénk. És akkor itt kapunk egy kérdést a HFS-től, hogy szeretnénk-e a jobbegérre megjelenő menübe beépíteni. Ez azt jelenti, hogy ha kiválasztunk egy vagy több mappát vagy fájlt, és jobbegérrel kattintunk rá, akkor megjelenik egy ilyen opció, amivel hozzá tudjuk adni a megosztott fájlokhoz, illetve mappákhoz. Ez egyszerűbbé teszi ennek a használatát, hát igen, szeretnénk. És akkor tulajdonképpen ennyi, ez így használható is lenne, csak azért vannak a használatának buktatói. Az egyik ugye a tűzfal volt, amit az előbb már láthattunk, a másik a router. Mindenképpen át kell engedni a routeren a HFS-t, illetve az adott portot, amit ő használ. Ezt át is lehet állítani, ide kattintunk. Leállítom mondjuk az 1000-es portot, igény esetén persze. De ezt a routeren mindenképpen át kell engedni, szóval hát ezt vagy meg kell csinálnod, vagy pedig, hogyha ezt nem tudod megoldani, akkor valakivel meg kellene csináltatnod. Nem fogom tudni megmutatni, hogy ezt hogyan kell megoldani, hiszen ahányféle gyártó, ahányféle router, annyiféle megoldás van erre. Persze ez alapjában ugyanúgy működik minden router esetén, de azért vannak különbségek, legalábbis abban mindenképpen, ahogy eljutunk a megfelelő beállításhoz. Szóval ugye ennek nem sok értelme van, hogyha egy routerrel kapcsolatban ezt megmutatom. Ha nem tudom megoldani, akkor valakit meg kellene kérned erre. Aztán a másik, amit meg kell itt csinálni a menü, van az IP address, és itt van egy ilyen, hogy a külső cím megtalálása, ezt ki kéne választani. És akkor itt megjelenik egy IP cím, ez a mi saját IP címünk, kiegészítve a 2-es pont után a porttal. Tehát tulajdonképpen ezt kell valakinek megadni, és akkor ő a beállított fájlok mappák között tud vándorolgatni, meg le is tudja tölteni, ami neki kell. És akkor ehhez mappákat vagy fájlokat hozzáadni, vagy úgy kell, hogy ide kattintunk, és akkor itt van egy fájlok hozzáadása, vagy pedig mappa hozzáadása, de akár egy új mappát is létre lehetne hozni. Mondjuk egy mappát adjunk hozzá, ezt a programok mappát például kiválasztom, és akkor oké. Okay. Hozzáadhatjuk ezt valódi mappaként, vagy ilyen virtuális mappaként. A valódi mappa az gyorsabb, megfelelőbb a nagyobb mappákhoz, tehát amiben több fájl van. Hát alap esetben valószínűleg célszerű ezt kiválasztani. Amúgy itt javasolják is, hogy legtöbb esetben valódi mappaként célszerű. És akkor itt van egy ilyen, hogy Open Browser, erre kattintsuk rá, és akkor tulajdonképpen meg is jelent az a felület, amit mások is látnak akkor, amikor ezt az IP címet és a hozzátartozó portot megnyitják. Ez tulajdonképpen egy szerver, ahogy a nevben is benne van, file szerver. És akkor ezek a mappák között, hát lényegében itt lehet lépegetni, és tetszés szerint le lehet tölteni a nekünk szükséges fájlokat, vagy éppen mappákat. Ezt persze lehet használni valamilyen file kezelőt, például a Free Download Manager.
hogy erre rákeresek, akkor itt van a legelső találat, és akkor ez segítség a fájlok letöltéséhez. Annak, aki tőlünk szeretné a fájlokat letölteni. Viszont mostanság ezzel lehet még egy probléma, tehát azon felül, hogy a tűzfalon át kell engedni, illetve a routerben be kell állítani a megfelelő portot. Van erről egy érthető bejegyzés, most ezt nem szeretném külön elmondani, mert ez itt tökéletesen le van írva. Ez mondjuk éppen a Digire vonatkozik, de egyéb szolgáltatóknál is előfordulhat ez már. Ha nálad is így van, akkor a tűzfalon való átengedés és a router beállítása ellenére is előfordult, hogy nem fog működni a HFS, tehát konkrétan nem fogják elérni. Hiába adod meg az IP címet, illetve a hozzátartozó portot. De hogyha minden rendben van, akkor ez tulajdonképpen működik, és még jól is használható. Hát itt a menüben látható, hogy vannak ilyen mindenféle opciók, amely talán fontos a limitek, a sebességlimit, hogyha nem szeretnénk, hogy elhasználják a teljes sávszélességünket, akkor ezt be lehet állítani, kilobájt per másodpercben, illetve az egyidejű letöltések száma, ez szintén korlátozható, hogy a gépünk erőforrásait ne nagyon vegye igénybe a letöltés, illetve nyilván a sávszélességünket. Hát aztán vannak itt látható egyéb lehetőségek, itt is ott van a fájlok hozzáadása, meg mappa hozzáadása, illetve el lehet menteni a beállított fájrendszert, tehát ezt itt, amit itt beállítunk, valamint ezt be is lehet tölteni. És át lehet itt váltani ilyen szakértő módba is, ahol további lehetőségek még megjelennek, de úgy alapvetően nem nagyon kell itt variálgatni ezen. Ez egy általában jó szokott lenni. Hát ezek a buktatói vannak, ahogy mondtam, mivel ez egy szerver, ezért megfelelő képén beállított tűzfal és router szükséges, illetve az itt leírtak szerint kell eljárni, hogyha ez az eset nálad is fennállna. Ja, és természetesen ennek ugye működnie kéne úgyis, hogy jobb egérrel kattintunk, itt van hozzáadás a HFS-hez. Mondjuk ezt. Real folder, és akkor ott van. Hát ez megkönnyíti azt, hogy hozzá tudjuk adni, és akkor utána már hozzáférnek ez a mappa, az illetve ennek a tartalmához szintén.